Mintegy 69 millió forintot kell fordítani a Pécs-Pogányi repülőtérre az eladás előtt. Ezt mondta a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester a légikikötő eladásáról a képviselőtestületi ülésen kedden. Üzemanyagszámlák, bérjárulékok és egyéb költségek vannak ebben az összegben. Ezután veheti meg az állam a pécsi repülőtér többségi tulajdonát, akár már napokon belül. Követően a támogatási szerződést meg ma aláírjuk, és a pénzügyi intézkedéseket megtesszük ma és a holnapi nap folyamán, hogy adott esetben, ha a magyar állam képviselői lehetővé teszik, akkor pénteken vagy csütörtökön már az aláírásra sor tudjon kerülni. Én azt gondolom, hogy maga az egyeztetés elég hosszú volt, és nagyon sok olyan jogi részlet volt benne, ami meg kell valami őszintén, hogy a hivatal munkatársa nélkül nem tudtuk volna megoldani. A közgyűlés támogatta az eladást. Az előzetes egyeztetések értelmében az állam a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-n keresztül mindkét gazdasági társaságban többségi, azaz 51%-os tulajdonrészt szerezne. Két cég működteti ugyanis a repülőteret. A légikikötőt a Hunatom nevű cég működtetné, amelyik a paksi bővítéshez köthető. Mint ismert, a Paks 2 megvalósításához szükséges a pécsi repülőtér fejlesztése. Ezt már korábban jelezte a bővítésért felelős miniszter.